A környezettudatosság jegyében Green Workshopot rendeztek a Pécsi Tudományegyetemen. Jelenünk egyik nagy kihívása a környezeti problémákról való felelősségteljes gondolkodás. Ebben a PTE igyekszik minél nagyobb szerepet vállalni. Én azt gondolom, hogy Pécs város és egyben Dél-Dunántúl egyik legnagyobb foglalkoztatójának nagyon nagy felelőssége az, hogy mind a munkatársai, mind a hallgatói, dolgozói, gyerekei, azok tudják azt, hogy a világ rossz irányban halad, és ebből a rossz irányból meg kell fordítani, környezettudatosan kell élni, oda kell figyelni a hulladékra, a szelektív hulladékgyűjtésre, oda kell figyelni az energiafelhasználásra. Tehát egy nagyon fontos missziója az egyetemnek az, hogy környezettudatossá váljon, és mi ezen kezdtünk el dolgozni 2 évvel ezelőtt. Az egyetem éppen ezért elérkezettnek látta a pillanatot, hogy nyisson a társintézmények és a nagy szolgáltatók felé. A workshop célja az volt, hogy a magyarországi környezettudatos egyetemek a legnagyobb pécsi munkáltatók és szolgáltatók részvételével lehetőség nyíljon a fenntarthatóságra vonatkozó legújabb gyakorlatok megismerésére. Meghívtuk a város nagyvállalatainak vezetőit, és kértük, hogy tartsanak előadást számunkra abból, hogy ők mit gondolnak a környezettudatosságról, hisz zöld díjat nyert a távhő szolgáltató, a Pannon Power, az erőmű egészen új tüzelési technikákat, környezetbarát technológiákat valósított meg, de nagyon fontos a Tetyeforrásháznak a szivóvízellátása és az itteni a karsztvíz megóvása a környezetnek a védelme, tehát mindenki, aki ebbe bekapcsolódik, az közösen együtt velünk egy célért, az élhető, jó minőségű környezetért dolgozik. A PTE Zöld Egyetem programjának is ez a célja. Ennek kapcsán az egyetem strukturáltan figyel arra, mit tesz környezetével. Például, hogy mennyi zöld terület található a kampuszokon, mennyire törekszik a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, milyen energiahatékony módszereket alkalmaz, szelektíven gyűjti-e a hulladékot, miként ösztönzi a dolgozókat és a hallgatókat a kerékpáros és gyalogos közlekedésre, és figyele arra, hogy az oktatásban megjelenjen a zöld gondolat, a környezettudatosság. A szerteágazó programcsomagnak köszönhetően már eddig is szép eredményeket ért el az intézmény. A világ zöld egyetemeit rangsoroló listán például egyre előkelőbb helyen szerepel. De nyilvánvaló, hogy ez egy olyan terület, ahol folyamatosan nyitottnak kell lenni az újabb lehetőségekre.